Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Meghívást. El tudnám magyarázni, hogy hol van a nemzeti alkotmánybíróságok helye az európai jogi térben? Azért érzékeny kérdés, mert államok ellen folyik jogállamisági eljárás, és úgy tűnik, hogy ezek végül egy európai jogi fórumon fognak eldőlni. Hát ugye ott kell kezdjük, hogy az európai jogi tér az milyen összetételű. Itt van 27 tagállami jogrendszer, és van egy európai jog, ami egy önálló, a tagállami jogtól független, jogászi nyelven sui generis jogrendszer. Bocsánat. A különbség a 27 plusz egy jogrendszer között alapvetően az, hogy a tagállami jogrendszerek, ugye azok a népszuverenitáson alapuló államtól származnak, és mint ilyen jogrendszerek, ugye közvetlenül a szuverenitásból levezethető jogrendszerek. Ellentétben az európai joggal, hogy az Európai Unió nem állam, ezt az Európai Bíróság mondta ki 2013-as döntésében, így is gondoljuk minnyáján, hogy nem állam. Viszont van egy önálló jogrendszere, ami a történelemben még soha nem fordult elő. Ez a jogrendszer azonban nem tud szuverenitásból táplálkozni, mert az Európai Uniónak nincs önálló szuverenitása, hanem neki átruházott hatáskörei vannak, tehát tulajdonképpen ezek származtatott hatáskörök szemben a 27 másik tagállamnak az eredeti hatásköreivel, és ez adja ebben az európai jogi térben az alapvető különbséget. Hát van 27 egyenrangú és egymástól független jogrendszer, plusz vele ugyancsak egyenrangú egy európai jog, mint önálló jogrendszer, és valamennyi jogrendszernek a csúcsán van egy-egy fórum, egy-egy bíróság, amit általában alkotmánybíróság, de ahol nincs alkotmánybíróság, ott a legfelsőbb bíróságnak van egy megfelelő kamarája, és ezek a bírói fórumok önállóan értelmezik a 27 tagállamnál, önállóan értelmezik a 27 alkotmányt, és hitelesen értelmezik, mindenki másra kiterjedő hatállyal értelmezik, még az Európai Bíróság ugyancsak hitelesen és mindenkire kiterjedő hatállyal értelmezi az európai jogot. Na mi van, ha a kettő egymással hát, szembeni igen. értelmezést nyer? Ez adódik ez a kérdés, hogy ilyenkor mi van? Hát ugye az Európai Unió jelenlegi fejlettségi szintjén, vagy fejlődési fokán, ahol most állunk, és ugye ez az alapszerződésekből vezethető le, ugye ez a helyzet, ezekben az úgynevezett kollíziós helyzetekben nincs olyan fajta megoldás, ami egyértelmű. Tehát nincs hierarchia sem a jogrendszerek, sem a bírói fórumok között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bíróság egy magasabb rendű bíróság, mint mondjuk a holland legfelsőbb bíróság, vagy a Magyar Alkotmánybíróság. Kollíziós kérdésekre egy megoldást talált ki eddig a jogtudomány és a gyakorlat, az úgynevezett párbeszédet, hogy a bírói fórumok egymással dialógusban döntsék el az ilyen kollíziós ügyeket. Na jó, de akkor mit kezdjünk olyan jelenségekkel, amikor az Európai Unió bírósága legutóbb, ha jól emlékszem, 2021-ben a Román Alkotmánybírósággal kapcsolatban mondta ki, hogy az Európai Uniós jognak alkalmazási elsőbsége van a nemzeti joggal szemben, akár még alkotmánybírósági döntésekkel szemben is. Hát ugye az, hogy az Európai Unió jogának alkalmazási elsőbsége van, idáig ez a tétel, ez helyes és igaz. Itt az a kérdés, hogy minden, tehát mondjuk az alkotmányokból, a tagállami alkotmányokból levezethető minden kérdéssel szemben is elsőbsége van-e, mert ha ez így van, akkor tulajdonképpen egy birodalomban élünk, és nem abban az Európai Unióban, amelyet az alapszerződések a jelen pillanatban jogi szempontból meghatároznak. Tehát ugye ez az alapszerződések alapján ezt a helyzetet csak úgy tudjuk értelmezni, hogy nincs minden esetben elsőbsége a tagállami alkotmányokkal szemben az uniós jognak. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy az esetek 91%-ában elsőbsége van, de van néhány eset, amikor nincs. Ja, jó, de ezt a néhány esetet valahonnan ki lehet listázni? Van valami dokumentum, ami megmondja, hogy melyik az a 90%, ahol alkalmazási elsőbség, melyik az a 10%, ahol nincs alkalmazási elsőbség, amikor beljebb vagyunk?
Bár így lenne. Bár így lenne, sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Nincs. Tehát ugye a tételes jog szintjén, az alapszerzések szintjén ilyen listát nem tudunk fellelni. Ugye a Német Alkotmánybíróság már egészen korán, ha 80-as, 90-es években elkezdett foglalkozni ezzel a problémával, és igazából a Német Alkotmánybíróság olvasztott ki az uniós jog vizsgálatára vonatkozó alkotmánybírósági teszteket és vizsgálati lehetőségeket. A Német Alkotmánybíróság alapvetően három esetben vizsgálja felül, a vizsgálhat felül uniós jogot. Ugye, hogyha az alapjogvédelem szintje Németországban magasabb, mint az uniós szabály szintjén, ha ez a német alkotmány identitását sérti, mert ugye ezt az alapszerzés 4.2 bekezdése garantálja, hogy a tagállam nemzeti identitását ugye, tiszteletben kell tartania az uniónak, és egy harmadik eset az úgynevezett ultra vires probléma, ugye, amikor a felhatalmazáson túli az unió eljárása. Tehát amikor arról van szó, hogy a tagállam ugye, adott egy felhatalmazást a közösen gyakorolható hatáskörökre, és ezen a felhatalmazáson túl van már az unió döntése. Ez 2016 óta a Magyar Alkotmánybíróság is, akkor is van egy döntése, hogy ezt a Magyar Alkotmánybíróság is megvizsgálhatja. Még konkrét ügyben nem kaptunk ilyen indítványt, tehát mi nem is vizsgáltunk meg konkrétan egy döntése. Ami nagyon érdekes, hogy a Német Alkotmánybíróság 2020 májusában az úgynevezett PSPP döntésben már nem csak uniós jogi szabályozást vizsgált, hanem az Európai Bíróság döntését, egy konkrét döntésére mondta azt, hogy ez kérem szépen ultra vires, tehát a felhatalmazásokon túli, mert önkényes. Ugye ez egy nagyon kemény szó, közben németül, willkürlich, borzasztó, ahogy is hangzik. Na most ez egy nagyon kemény jelzés volt szerintem az Európai Bíróság számára, amit az Európai Bíróság nem volt hajlandó így értékelni, ahogy ez a jelzés szólt. A bizottság ugye kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen, hát az is furcsa, hogy egy bírósági döntés miatt, a Német Alkotmánybíróság döntése miatt az állammal szemben az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít, már önmagában ez a bírói függetlenséget úgy érzem, hogy komolyan veszélyezteti, de még történt egy lépés, hogy erre a szövetségi kancellár írt egy levelet a szövetségi kormány nevében, akkor Merkel asszony volt a kancellár, amiben ennek a záró mondata az volt a bizottság felé, hogy mindent a szövetségi kormány mindent meg fog tenni a jövőben, hogy az ultra vires döntéseket elkerüljük. Egy szerv tud ultravires döntést hozni a Németországban, a Bundesverfassungsgericht, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság, ez azt jelenti, hogy a Német Szövetségi Kormány azt vállalta, hogy megakadályozza azt, hogy a Német Szövetségi Alkotmánybíróság egy meghatározott döntést meghozzon, tehát beleavatkozik a bíróság munkájával, megsérti a bírói függetlenséget. Ezek nagyon szörnyű dolgok, főleg úgy, hogy az Európai Bizottság erre a levélre megszüntette, meg se indította a kötelezettségszegési eljárást. Így ezeket összerakva nem bontakozik ki egy nagyon csodálatos jövőkép, például a bírói függetlenséggel kapcsolatban. Ön által említett ügyben sokan azt vélelmezték, hogy elkezdődik az Európai Unió jogának szétesése, hogyha nemzeti legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok az elsőbségi elvet megkérdőjelezhetik. Volt olyan állam, amelyik kifejezetten reménykedve tekintett erre. Szétesett az Európai Unió jog nemzeti felsőbírósági döntések hatására? Én úgy gondolom, hogy alapvetően a szétesésnek nem, de ez nem tud oka lenni, mert itt, ahogy az elején említettem, egyfajta állapotban van az uniós jog jelen pillanatban, és ez az állapot 27 plusz egy önálló jogrendszer egymás mellett élését jelenti. Az esetek túlnyomó többségében, döntő többségében az uniós jognak elsőbsége van. Tehát a polgári, büntető, közigazgatási jogi, minden, ugye a német azt mondja erre, hogy az egyszerű jogi kérdésekben, ami mindaz, ami nem alkotmányjog, az egyszerű jogi kérdésekben egyértelműen elsőbsége van az uniós jognak. Ezt nem lehet vitatni, mert ha ezt vitatjuk, akkor a szerkesztő úrnak van igaza, hogy akkor valóban széteshet 27 jogra, vagy 5 jogra, vagy 10 jogra. Ez igaz. Jó, de ennek az ügynek sem jogi megoldás lett a vége, hanem egy politikai megoldás lett a vége. Hát, a politikai megoldás meg erő dolga általában. Hát, erő fogja eldönteni a jogi kérdéseket végül?
Hát ugye az nagyon nagy baj, hogy ez, hogyha a végső döntés, ugye a jogi döntést kéne hozni, és ott politikai döntés születik helyette, vagy a politikai döntés befolyásolja a jogi döntést, akkor sajnos meg kell kongatni a vészharangot. Ugye ez egy borzasztó helyzet. Én csak azt mondom, hogy önmagában attól, hogy mondjuk egy Európai Alkotmánybíróság egy konkrét esetben megállapítja, hogy az uniós norma, vagy az Európai Bíróságnak a konkrét döntése például túl van a tagállami felhatalmazáson, vagy sérti a nemzeti identitást, ettől még az uniós jog szétesni nem fog. Az biztos. Mert ez az uniós jog természetéhez tartozik, pont ez az akadálya annak, hogy az Európai Unió Bírósága egy teljhatalmú bíróság legyen, amely már tulajdonképpen csak önkényesen tud eljárni. Mert akkor nem lenne korlátja, nem lenne jogi korlátja az Európai Bíróságnak. Pont a tagállami alkotmánybíróságok képezik a jogi korlátját, akik az alkotmányos kérdésekben, a tagállami alkotmányok magját érintő kérdésekben bizony szembe mehetnek, szerintem szembe is kell menniük abban az esetben az európai joggal, hogyha a tagállamok magját érintő kérdés, például az identitás kérdéseit megsérti az uniós jog, ugye, vagy pedig a tagállami felhatalmazásokat egyértelműen túllépi az uniós jog. Ez nem csak lehetőség, ez kötelesség a mai, az alapszerződések mai szintjén minden tagállami alkotmánybíróság oldaláról. A magyar alaptörvényben, amely alapján a Magyar Alkotmánybíróság eljár, van olyan felsorolás, ami alapján egy európai bírósági hatásköri túllépés ellen indítvány esetén a Magyar Alkotmánybíróság szót emelhet? Mert a németben van. A magyar alaptörvény ugye világosan meghatározza például az átruházás kérdését. Tehát, hogy a hatáskör átruházás kérdését például világosan szabályozza. Azért ruházzuk át ezeket a hatásköröket, hogy hatékonyabban gyakorolhassa ezeket az unió. Egy 2021-es határozatunkban világosan rámutattunk arra, hogy ez a hatáskör átruházásnak az a következménye, hogy mert például az unió nem hajtja végre a saját jogát, ugye itt egy konkrét helyzetben ez volt a probléma, ha az unió nem hajtja végre a saját jogát, akkor ez a közös hatáskörgyakorlás nem hogy hatékonyabb lesz, hanem ellehetetlenül. És mindaddig, azt mondta a Magyar Alkotmánybíróság, hogy mindaddig, hogy amíg az unió a saját hatáskörét nem gyakorolja hatékonyabban, mint egy tagállam egyáltalán effektíven nem gyakorolja, addig a tagállam ezt a hatáskört visszaveheti. Ugye ez egy nagyon komoly, még ilyet egy alkotmánybíróság sem mondott Európában, ugye ez egy nagyon komoly korlátja az uniós jog érvényesülésének és alkalmazásának, és ugye a tagállami hatáskör összefüggésének. Tehát lista az alaptörvényben sincs erre, de az alkotmánybíróság, amikor ilyen indítványt kap, akkor mindig le tudja vezetni az alaptörvényből a szükséges premisszákat, itt például a hatáskör átruházás, ami ugye az E-cikkben van, vagy a nemzeti identitás kérdését is, ugye, amelyik már több határozatunkban rávilágítottunk arra, hogy a nemzeti identitás az igazából egyenlő a magyar alkotmányos identitással is, ami alkotmányunkban levezethető identitásunk, abból mi nem vagyunk hajlandóak engedni, és ezt az uniónak is tisztába kell tartani, vagy az uniónak is tiszteletben kell tartani az alapszerzés 4. cikk 2. bekezdése alapján. Ez volt a nemzeti jogok helye az európai jogban, az alkotmánybíróság helye. Hol van a magyar jogban az alkotmánybíróság döntéseinek helye? Ez világosan a legfelül van a magyar jogban? Ez abszolút világosan. Fölötte csak a törvényhozó van? Nincs fölötte a törvényhozó. Hitem szerint a jó Isten van. Na jó, de mit csináljunk, amikor a törvényhozó felül alkotmányoz? Bocsánat, az az alkotmányozó. Tehát az alkotmányozó az valóban az alkotmánybíróság felett tud lenni, csak ugye az alkotmányozó az a kétharmados többség, ugye a törvényhozó az pedig lehet ugye akár feles több, az nincs 51%-os többség is. Az alkotmányozó igen, tehát az alkotmányozó hatalom az nyilván abból származik az alkotmány, ő bármikor felül tud alkotmányozni. Na most ugye a Magyar Alkotmánybíróság történetét alapvetően két szakaszra oszthatjuk, 1990-től ugye 2011-ig, ugye a Magyar Alkotmánybíróság
jó részt csak a jogalkotást vizsgálhatta, és ugye a fő hatáskör az úgynevezett absztrakt utólagos normakontroll volt, és indítványos kötöttsége pedig zéró volt, ezzel párját ritkította Európában, mert ilyen széles hatásköre egy alkotmánybíróságnak sem volt. Ugye ez nagyon jó volt a rendszerváltáskor, a rendszerváltás után, mert ugye le lehetett bontani az egész szocialista jogrendszert, és ebben muszáj egy mondatot mondjak, hogy ebben elévületetlen érdemei vannak a tegnap eltemetett Sólyom László elnök úrnak. És a magyar alkotmánybíróság elvégezte ezt a feladatát. Ez a hatásköre azonban már a 2000-es években azt eredményezte, hogy 4-5 év volt egy ügy átfutása az Alkotmánybíróságon, ami már nyilván a gyors reagálást az ügyekre és a problémákra már elnehezítette. És már akkor ugye az alkotmányjogi irodalomban már megjelent az igény, hogy legyen egy individuálisabb hatásköre a Magyar Alkotmánybíróságnak, és töröljék el mellette ezt a bizonyos akció populáriszt, hogy mindenki személyes érintettség nélkül ingyenesen az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Egyébként a Magyar Alkotmánybíróságnak a mai napig van ilyen hatásköre, csak éppen kb. 2000 eurót kell befizetni, ha valaki... Hát az megszűri azért az indítványozókat valamennyire. Amikor legutóbb beszélgettem a Bajor elnök úrral, akkor azt mondta, hogy 6 ilyen ügyük van egy évben. Tehát az viselhető mennyiség. Ugye az még egy viszonylag kezelhető. És a 2012 után, ugye az új alaptörvény és az új alkotmánybírósági törvény alapján, a Magyar Alkotmánybíróság lényegében a fő hatásköreiből a Német Alkotmánybíróság hatásköreit kapta meg. Ez azt jelenti, hogy az individuális alapjogvédelemre helyeződött a hangsúly. Háromféle alkotmányjogi panasz adja fő hatáskörünket. Ugye az egyik az már korábban is létezett, hogy a bíró alkalmaz egy normát, és a panaszos azt mondja, hogy ez a bíró által a jogerős ítéletben alkalmazott norma, ez alkotmány ellenes. Ez volt régen is, ez megmaradt. Emellett van egy másik alkotmányjogi panasz, ami ugyancsak egy normakontrollos alkotmányjogi panasz. Ez nem kell bírósági eljárás. Ha valaki úgy érzi, hogy őt alapjogaiban egy jogi norma megsérti, és ebben a sérelemben ő közvetlenül érintett, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhat. Ugye ennek a normának a hatályba lépésétől számított 180 napon belül. Ez úgynevezett közvetlen alkotmányjogi panasz, de ez is normakontrollos. És van egy harmadik alkotmányjogi panasz, ugye, ami a németeknél került bevezetésre, ugye a Grundgesetz alapján, meg 1946-ban először a világon, itt kapta meg először a világon a Német Alkotmánybíróság azt, hogy bírói döntések felett is gyakorolhat alkotmányjogi kontrollt, alapjogi kontrollt. Ez egy óriási előretörés az alkotmánybíráskodásnak, és ezt a hatáskört 2012-ben megkapta a Magyar Alkotmánybíróság is. Itt ez a harmadik fajta panasz, ezt valódinak hívják magyarul, csak egy furcsa elnevezés, mert akkor biztos azt gondolom, hogy a többi nem valódi, de tehát ez nem igazán érthető. De mondjuk ennek az archetípusa, ugye a német Urteilsverfassungsbeschwerde, de az valószínűleg ugyanennyire érthetetlen szó, csak angolul sincs rá jobb szó igazából. Hát ez olyan alkotmányjogi panasz, ahol nem azt állítja az indítványozó, hogy a bíróság egy alkotmányellenes jogszabályt alkalmazott. Mert ott az alkalmazott szabály az alkotmányos, ott azt állítja, hogy a bírónak a jog értelmezése, vagy a jog alkalmazása az nem volt összhangban az ő alapvető jogaival, melyet az alaptörvény garantál. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 2012 óta az Alkotmánybíróság már nem csak a törvényhozó hatalom felett gyakorol alkotmányos kontrollt, hanem a teljes bírói judikatúra felett is alkotmányos kontrollt gyakorol, ami egyébként áttételesen meg azt is jelenti, hogy a teljes közigazgatás felett is alkotmányos kontroll gyakorol, mert minden közigazgatási döntés a rendes bíróság előtt megtámadható, és mivel minden rendes bírósági döntés az alkotmánybíróság előtt is, így tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindhárom hatalmi ág felett alkotmányjogi kontrollt gyakorlunk, ezért mondtam, hogy igazából jó Isten van az alkotmánybíróság felett, mert igazából az alkotmányozó sem felettünk van, mert nem utasíthatja az alkotmánybíróságot, meg tudja változtatni az alkotmányt, de azt az alkotmánybíróság fogja értelmezni. Az értelmezési szabályokat az alkotmányozó kijelölheti? Tehát megmondhatja, hogy az alkotmánybírónak milyen szempontokat
kell figyelembe vennie ahhoz, hogy egy szabály alkotmányosságát megmondja. Hát ugye ez benne is van tulajdonképpen az alaptörvényben, ugye, hogy a bíróságoknak is, meg az alkotmánybíróságnak is hogyan kell értelmezni az alaptörvényt, ugye alapvetően ugye itt a történeti alkotmány, mint értelmezési keret van megjelölve az alkotmánybíróság számára, ugye, ami egy nagyon szép, és azt gondolom, hogy a nemzetünk szempontjából egy haladó rendelkezés, mert ezzel tulajdonképpen nemzetünk összes szabadság küzdelmét beemelte az alkotmánynyozó abba a körbe, milyen körbe mi értelmezhetjük az alkotmányt. Ez egy nagyon fontos dolog. És természetesen a jogértelmezésnek ugye megvannak a szabályai, az alkotmánybíróság ezeket is alkalmazza, és ugye alkalmazzuk az alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát, átveszünk más alkotmánybíróságoktól is, ugye például a német alkotmánybíróságtól elég sok alkotmányértelmezési szabályt, vagy módszert vettünk át. Ugyanakkor az értelmezésnek a pontos határai, hát ezt minden jogász tudja, hogy az azért soha nem jelölhető ki pontosan, annak szempontrendszere van, de ugye az értelmezés azt jelenti, hogy a végső szót az a bírói fórum mondja ki, amelyik ugye autentikusan, hitelesen értelmez egy bizonyos szabályrendszert, nyit az alkotmányt, vagy az Európai Unió szerződéseit, ezzel kezdtük a beszélgetést. De akkor lehet azt mondani, hogy Magyarországon azt ugye tudjuk, hogy a bíró jogot nem alkot, ez latinul szebben van, de akkor a végső jogszabály és joggyakorlat értelmező az nálunk az alkotmánybíróság, és erre megvan az eszköze és a lehetősége? Tehát itt ketté kell választanunk dolgokat. Tehát, hogy vannak szakjogi kérdések, büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási kérdések, amik ha szűzen, tisztán ilyen kérdések, akkor az Alkotmánybíróságnak semmi közük hozzá nincs. Mert azt a kúria értelmezi végső fórumként autentikusan. Itt akkor jön be az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező és azon keresztül jogértelmező funkciója, hogyha egy meghatározott ügynek van egyfajta alkotmányjogi jelentősége. És ha a bíróság például nem ismeri fel az ügynek az alkotmányjogi jelentőségét, ugye, akkor az Alkotmánybíróság megfelelő panasz esetén ugye, ezt megsemmisíti. Például legelőször 2013-ban, hogy a napi.hu hírportálnak az ügyébe semmisített meg egy bírói döntést az Alkotmánybíróság, ugye ami egy tőzsde felügyeleti bírság kiszabása, és az azt helyben hagyó bírói döntés volt, pusztán azért, mert ugye hát most miközben a tőzsde felügyeleti bírságnak, meg az egész tőzsdei manipulációnak az alkotmányhoz. Hát annyi van, hogy a napi.hu ugye az egy hírportál. A sajtószabadság ugye megilleti. Alkotmányos jog. Az egy alkotmányos jog, ezt meg a bíróság úgy hagyta figyelmen kívül, ahogy volt. Egy szót nem ejtett az indoklásában arról, hogy ez az ügy érintette a sajtószabadságot. Attól a bíróság kiszabhatta volna ugyanazt a bírságot, természetesen kiszabott, csak meg kellett volna emlékezzék arról, hogy ez azért érintette a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, és az ő mérlegelése ennek figyelembevételével történt. Ha ezt a bíróság nyilvánvalót, explicitté teszi az indoklásában, akkor az alkotmánybíróság nincs teendője. Alkotmányosan akkor van teendője, hogy ez hiányzik. Elnök úr, el tud képzelni olyan jogi problémát, amely végső soron nem függ össze az alaptörvénnyel? Hát minden jogunk az alaptörvényre vezethető vissza. Ez így van. Minden jog az alaptörvényre vezethető vissza. Tehát olyan problémát, ami végső soron nem függ össze az alaptörvényen, nem tudok elképzelni, de azt hangsúlyoznom kell, hogy azért nem minden probléma, ami összefügg az alaptörvényel, vitatható vagy támadható az Alkotmánybíróság előtt. Gazdasági tárgyú alkotmánybírósági hatáskörök 2012-ben megszűntek. A gazdasági ügyekben egyáltalán semmilyen módon nem nyilváníthat határozatban véleményt az Alkotmánybíróság? Ez ebben a formában ugye nem igaz, a központi költségvetést érintő jogszabályok, tehát normakontroll hatáskörben, ami ugye például erre az úgynevezett valódi panasz hatáskörre nem is terjed ki, nem terjed ki a nemzetközi szerződésbe ütközés hatáskör, ott bármit megvizsgálhatunk ezekben, tehát ez egy részleges és időleges korlátozás.
Ez jelenti nagyjából a részlegességet, amit elmondtam. Időleges az, hogy ugye az államadóság szintjéhez kötötte ezt az alkotmányozó. Tehát ha rendbe jövünk, akkor visszaáll az eredeti állapot. Akkor visszaáll az eredeti állapot, és egyébként nem arról van szó, hogy egyáltalán nem támadható, négy alapjog alapján támadható meg: emberi méltóság, vallásszabadság, személyes adatok védelme és magyar állampolgársághoz való jog. Ez a négy alapjog, ami alapján megtámadható, ez egy szűkítést jelent, kétségtelen, hogy egy szűkítést, de az alkotmánybíróságunk azóta is, amikor tényleg úgy érezte, hogy, mert itt alapvetően adószabályokról van szó. Tehát amikor úgy éreztük, hogy az adószabályok hát egyáltalán nincsenek rendben, mindig megtaláltuk a megfelelő alapjogot arra, hogy itt a megfelelő döntést meghozzuk. Egyébként az, hogy egy adó mondjuk 25%-os vagy 18%-os, az soha nem volt alkotmányjogi kérdés. Szélső esetekben lehet alkotmányjogi kérdés, hogy például a végkielégítéseket terhelő adó, ami 91%-os volt, hogy arra azt mondta az alkotmánybíróság, hogy hát igen, az már több egyfajta konfiskálás. Tehát szélső esetekben az alkotmánybíróság mindig meg tudja erre találni a módot. És ezt összevetjük azzal, hogy igen, ez itt valóban korlátozott hatáskörünk, de emellett tulajdonképpen 2012-től mindhárom hatalmi ág felett már alkotmányos kontroll gyakorlunk, szemben a korábbi helyzettel, amikor csak a jogalkotás felett tehettük ezt. Ez a döntő momentum ebben. Tehát az, hogy kevésbé, vagy korlátozottabb körben vizsgálhatjuk a központi költségvetést érintő szabályokat, ebben én nem látok olyan mértékű korlátozást, ami összehasonlítható lenne ezzel a hatáskör kibővítéssel, amit egyébként megkaptunk. Milyen most az alkotmánybíróság, a kúria, meg a rendes bíróságok viszonyrendszere? Tehát ki áll a nem is tudom milyen alakzat csúcsán? Ez nem tűnik piramisnak, vagy ilyen fél piramis? Egyáltalán nem piramis, ez sem. Tehát ugye az alkotmánybíróság nem áll a bírói fórumok felett. Ugye? Tehát a bírói függetlenséget azt mi abszolút tiszteletbe kell tartsuk, amit ugye az is bizonyít, hogy mi nekünk csak egy kasszációs megsemmisítési jogunk van. Mi nem mondhatjuk ki, hogy ki a bűnös. Nem mondhatjuk, hogy ki tartozik, vagy nem tartozik. Nem mondhatjuk, hogy a házasság az most fönnáll, vagy nem áll fenn. Ugye mi egy dolgot mondhatunk, hogy az alaptörvényen nem volt összhangban a bírói jogértelmezés, vagy alkotmányellenes szabályt alkalmazott a bíró. És ezért megsemmisítjük a döntést, az ügy pedig folytatódik a kúria előtt, és a kúria megmondja, hogy a rendes bírósági szférában mit kell tenni, mi a teendő. És tulajdonképpen egyfajta dialógusban vagyunk a bíróságokkal. Van, amikor hozunk egy döntést, például véleménynyilvánítás szabadsági ügyben megtörtént, az alkotmánybíróság hozott egy döntést, ez a kúriának nem tetszett, és ő a saját gyakorlata alapján újra meghozta az ő korábbi döntését. Erre mi újra megsemmisítettük azt a döntést is, és akkor végül is ugye eldőlt az, hogy ezeket az alkotmányos üzeneteket a kúriának el kell fogadni, de hogy milyen döntést hoz ez alapján a kúria a konkrét ügyben, hogy bűnös lesz-e valaki, vagy nem lesz bűnös, vagy kell-e 500 millió kártérítést fizetnie, vagy nem kell, el az alkotmánybíróságnak semmi köze nincs. Tehát ezt így kell értelmezni, hogy mi tulajdonképpen alkotmányjogi kérdésekbe nyúlhatunk bele, nincs is rá lehetőségünk semmilyen szempontból, sem apparátusunk arra, hogy mi egy szuper bírósága legyünk még a kúriának, hát értelmetlen is lenne. Jó, de akkor, ha én előfordul, és többszörösen az alkotmánybíróság meg a kúria ugyanazt a kérdést többféleképpen értelmezi, akkor ebből az következik, hogy az alkotmányt többféleképpen is lehet értelmezni. De az baj, ha az alkotmányt többféleképpen is lehet értelmezni. Az egy elég világos szöveg, nem? Igen, de minél egyszerűbb egy szöveg, annál többféle lehet értelmezni. Ugye ezen fennakadni lehet természetesen, de én még olyan jogszabályt nem látom, amit csak egyféleképpen lehetett értelmezni. Itt a lényeg az, hogy ki a hiteles értelmező. Tehát az alkotmányt értelmezi a rendőr is, amikor valakit igazoltat, vagy megbilincsel. Mert tulajdonképpen az alaptörvényt alkalmaz. Személyes szabadságot korlátoz, ugye? Értelmezi ezt megfelelően. Ha a rendőr ezt rosszul értelmezte, akkor majd megmondja a bíróság, hogy mi a jó értelmezés, és ha még azt valaki tovább vitatja, végső fokon majd megmondja az alkotmánybíróság, hogy mi a autentikusan helyes értelmezés. De ettől függetlenül mindenki értelmezi úgy, ahogy ő tudja. Természetesen köteles mindenki figyelembe venni az alkotmánybíróság értelmezését, ha már van
a konkrét ügyben értelmezés. Tehát ez ugye valóban egy ilyen hierarchikus viszony, az értelmezés, mert ott a hiteles értelmezőnek van mindig igaza a végén. És a hiteles értelmező alkotmányügyben az alkotmánybíróság. Van, és onnan kezdve minden más ügyben, amiben az alkotmány érintett, és nem nagyon van olyan ügyemben végső soron ne lehetne érintett, az alkotmánybíróság hatáskörül lesz az irányadó. Még a rendőr is úgy kell, hogy értelmezze, ha tud róla. Pusztán alkotmányos oldalról igen, de mondjuk, hogy a konkrét büntetőjogi intézkedés helyese vagy nem, az már az alkotmányoságnak csak az alkotmányon keresztül kell megvizsgálni, hogy a konkrét büntetőjogi intézkedés a sérti-e valakinek az alapvető jogát, de hogy az büntetőjogilag korrekt volt-e vagy nem, azzal nem nekünk kell foglalkozni, arra ott a kúria. Milyen az alkotmánybíróság, az alkotmánybíráskodás és a politika kapcsolata ma Magyarországon? Ugye egy kétharmados alkotmányozó törvényhozás van ma Magyarországon. Igen, ez egy unikális helyzet Európában tulajdonképpen, hogy egy párt szövetség ad egy alkotmányozó hatalmat, ilyen sehol nincs Európában, ezért is nem értik alapvetően a magyar helyzetet. Ezt Nyugat-Európában sokan a demokrácia sérelmének tartják, ezt én sosem értettem, mert hogy lehet a demokrácia sérelme az, mikor demokratikus szabályok alapján így döntöttek a választók. Tehát ez egy furcsa dolog. Ugye egy alkotmánybíróság sem tagadhatja le azt, hogy a politikával van kapcsolata, mert mindenütt Európában, vagy bárhol a világon, ahol van alkotmánybíróság, az alkotmánybírákat valamiféle politikai szervezet vagy szerv választja vagy nevezi ki. Ez többnyire a törvényhozó szerv, tehát a parlament, de ehhez kapcsolódhat köztársasági elnök, például van, ahol kormány nevezhet ki alkotmánybírákat. Tehát egész tarka a kép ilyen szempontból Európában. Tehát generikusan minden alkotmánybíró ahhoz, hogy ezt a hivatalt megkapja, és ebbe a hivatalba kerüljön, az egy politikai szervnek a döntése szükséges. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen van egyfajta kapcsolat a politikával. Ahogy valakit megválasztottak alkotmánybírónak, onnantól fogva viszont zéró kapcsolata lehet a politikával, politikai jellegű nyilatkozatot sem tehet. Ugye az alkotmánybírósági törvény igen szigorú, azt mondja, hogy az alkotmánybíró politikai tevékenységet nem folytathat, ezt mi mindig úgy értelmeztük, hogy semmilyen politikai megnyilvánulás sem tehet egy alkotmánybíró, nem mehet el politikai rendezvényre, stb. Tehát minden szempontból a politikán kívül állónak kell lennie, természetesen választó polgár az alkotmánybíró is, tehát az, hogy neki van egy politikai meggyőződése, meg gondolatvilága, azt úgy, mint más állampolgártól sem lehet elvonni, mert különben a demokratikus akaratképzés nem fog működni. De alapvetően ugye ez a helyzet az alkotmánybírósággal, politikai szervekkel nem tartunk kapcsolatot, ugye nagyon érdekes volt tavaly előtt bejelentkezett hozzánk az Európai Parlament, hogy ő kérdéseket akar nekünk feltenni a jogállamisági vizsgálattal kapcsolatban, és hát azt visszakérdeztük, hogy ők ezt hogy gondolják, hogy egy politikai szerv nekünk kérdéseket tesz fel, hát nem válaszolhatunk ilyenekre. Ugye ezt nem értették, aztán megértették végül, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Ugye ahogy a magyar parlament, vagy a magyar kormány sem kérhet rajtunk semmit számon. De a magyar parlament kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de nem nagyon sűrűn teszi. Egyszer már megtett. Igen. Ugye ezt a házelnök teheti meg alapvetően, miután már megszavazott a parlament egy törvényt, és egy speciális hatáskör szemben a többi normakontroll hatáskörünkkel, vagy a bírói döntések feletti kontroll hatáskörünkkel, mert itt nem az a kérdés, amit nekünk meg kell válaszolni, hogy alkotmányos-e valami, vagy nem, hanem itt, és akkor megsemmisítünk valamit, vagy nem semmisítünk meg valamit, vagy azt mondjuk már, ha a köztársasági elnök fordul ilyen normakontroll indítványa hozzánk, hogy megállapítjuk, hogy alkotmány ellenes, és hogy nem írhatja alá. Ugye itt egy kérdést tehet fel nekünk a házelnök, ami ritka, de az alkotmánybíróságnak általában a kérdés nem nagyon lehet. Az értelmezési hatáskörünk ilyen, meg ez a hatáskörünk, megkérdezheti a házelnök,
hogy annak az elfogadott törvénynek valamely rendelkezése, vajon összhangban van-e az alkotmány valamely rendelkezésével, vagy nincs. Itt konkrétan ugye az, itt egy olyan jogszabály volt az idén terítéken, ami a házelnök úr indítványára, ugye amely egy ilyen korrupcióellenes szabályozást akart elfogadni, aminek az lett a kimenete ebben a törvényben, hogy bizonyos szervek, nem állami szervek, a vádat képviselhettek a büntető bíróság előtt. Ugye az alkotmányban az ügyészségnek van egy vád monopóliuma. Tehát, ugye csak ő. Csak a legfőbb ügyész képviselhet vádat, igen, de nyilván ez alól már amúgy is van kivétel, mert van a magánvád intézménye, ami alapján ugye bizonyos esetekben ugye magánszemélyek is képviselhetnek, sértettek, képviselhetnek vádat, de itt ugye nem sértett képvisel. Ugye ez azért volt egy érdekes kérdés, és ugye a Magyar Alkotmánybíróság ugye fenntartva a gyakorlatát, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vád monopóliumot csak az sérti, hogyha másik állami szerv gyakorolhatna az ügyészség mellett, vagy azon túl, ugye valamiféle vád képviseleti, vagy vád indítványozási lehetőséget, tehát önmagában az, hogy egy nem állami szerv ilyet gyakorol, meg úgy, hogy az ügyészség az ügyészség ugye hoz egy döntést arról, hogy ő nem képviseli a vádat, és ezzel kapcsolatban jogorvoslatok sorozata van, és csak ezután ilyen jogorvoslatok kimerítése után mondhatja a magáénak azt a jogot, bármelyik ilyen nem állami szerv, hogy ő vádat képviseljen a bíróság előtt. Azt mondta az alkotmánybíróság, hogy ez így ebben az értelemben az alkotmánynak ezen rendelkezésében nem ellentétes. De ez a magánvád intézményét semmilyen módon nem érinti, mert ott elméletileg se lehet vádmonopólium. Hát igen, már ugye korábban sem, ott megengedte az alkotmány, mert ezt már a magánvád intézményt már 90-es években vizsgálta az alkotmánybíróság, és akkor is rendben lévőnek találta, azóta is folyamatosan rendben lévőnek találjuk, mert ugye itt van arra alkotmányos indok, hogy a sértett képviselje, mert ugye tehát, hogy itt a személyes sérelmen van a hangsúly, és hogy akarom-e a megbüntetést én, mint sértett, ezt a közvád kevésbé tudja. A közvádnak ott kell keményen az asztalra csapni, ahol a közérdek sérül, és alapvetően másodlagos a magánérdek. Kialakult az alkotmánybíróságokról, a miénkről is egy ilyen elefántcsont torony képzett, pedig, ha jól emlékszem, már a kezdetben is gyakorló jogászok ültek benne. Egy alkotmánybíró érzi ezt az elefántcsont torony jelleget saját magán? Sajnos igen. És azt gondolom, hogy mi mindent megteszünk, hogy ettől megszabaduljunk, de hogyha jön szerkesztő úrhoz 5 év múlva egy másik alkotmánybírósági elnök, szerintem még addigra se fogunk tudni ettől megszabadulni. Mert ez, tehát ugye ez egy nehéz helyzet. Az alkotmányjogi nyelv az borzalmasan bonyolult. Tehát az, hogy valamit szabatosan fogalmazzunk meg alkotmányjogilag, az egy nehéz dolog, általában a jogi nyelv nehéz, ehhez képest az alkotmányjogi nyelv még nehezebb, kicsit még elméletibb, mint a szakjogági nyelvek. Tehát ez önmagában egy nehéz kérdés. Ezzel függ össze az, hogy a közérdeklődés valószínűleg emiatt is viszonylag csekély az alkotmánybírósági ügyek iránt, mert ilyen bonyolult a mi nyelvezetünk. Bocsánat, de az alkotmánybíróság iránt nem annyira csekély. Emlékszem a legutóbbi parlamenti választási kampányra, ahol politikusok értekeztek arról, hogy hogyan lehet feles törvénnyel alkotmányozni, meg az alkotmánybíróságot leváltani. Ez a gyakorló alkotmánybírókat izgatta bármennyire, mert hogy tanulmányok születtek arról, hogy ez miért képtelenség? Hát ez egyrészt képtelenség, másrészt ugye a magyar alkotmányos rendnek egy olyan mértékű sérelme, ugye, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Mert ugye ez egy dolog volt ez, hogy feles törvényen alkotmányozni, de ugye az is előkerült, és tulajdonképpen ellenzéki pártok ezt a zászlajukra is tűzték, sajnos annak idején, hogy ha egy új kormány kerül hatalomra, akkor minden alkotmánybírót el kell a hivatalából bocsájtani. Na most az alkotmánybírósági működésnek két alapvető sarokköve van, ami nélkül nincs alkotmánybíróság. Az egyik az, hogy itt határozott időre kinevezett emberekről van szó, ugye, akiknek a mandátuma nem szüntethető meg ezen idő alatt, illetve csak a testület szüntetheti meg, ugye más nem szüntetheti meg, és a döntései az alkotmánybíróságnak mindenkire kiterjedő hatályúak. Ez a két alap
elv, enélkül semmilyen szerv nem nevezhető alkotmánybíróságnak. Ugye, és hát Európában példanélküli volt ez. Én akkor nagyon sokat gondolkodtam személyesen nekem, mi a teendőm ebbe, mint az alkotmánybíróság elnökének, és abból indultam ki, hogy az alkotmánybíróság az alaptörvény legfőbb őre, és én ezért, és de az alkotmánybíróság működését, ugye a feltételeit, hogy mi működni tudjunk, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom biztosítja, ezért én egy nyílt levéllel fordultam a köztársasági elnökhöz, a házelnökhöz és a miniszterelnökhöz, és felhívtam a figyelmet arra, hogy itt ugye az alkotmányos rendnek egy olyan szintű sérelme történt meg, amit már bizonyos ellenzéki pártok is magukévá tettek, ami véleményem szerint megengedhetetlen, és az alkotmánybíróságnak a működését alapjaiban veszélyeztetik. Ezt a nyílt levelet természetesen eljuttattuk az Európai Parlament összes képviselőjének, az Európai Bizottság valamennyi tagjának, az Európai Bíróság elnökének is, és valamennyi más alkotmánybíróságnak is. Néhány napon belül megszűntek ezek a támadások. Hogyan dolgozik az alkotmánybíróság? Azt lehet látni, hogy testületként, ötös tanácsban, egyes bíróként. Mikor, hogyan? Egyes bíróként, ötös tanács és testületben, és teljesülés. Ugye hát a legizgalmasabb a teljesülés, ugye ott 15 bíró dönt együtt. Ugye ez már egy olyan mennyisége a társas bíráskodásnak, ugye, ami már a minőséget is átértékeli. Tehát ugye még a rendes bíróságokon általában 3 bíró dönt együtt, vagy 1 bíró dönt egyedül. Nagyon ritka az, hogy 5 bíró döntsön a különböző eljárásúak, ezt csak nagyon kivételesen engedik meg. Az alkotmánybíróság teljesülése dönt a legfontosabb, a leglényegesebb ügyekben 15 alkotmánybíró együtt. Ugye, ha most mondjuk 15 sebészt odaállítanánk egy szerelem, még akár egy vakbél műtött emberhöz. Nem szeretnék részt venni benne. Nem szeretnék én sem részt venni. Na most ugye a jogász még szofisztikáltabb a sebésznél. Tehát ugye egy ügyben azért, ha mondjuk csak kétféle vélemény van az alkotmánybíróságon belül, az már egy nagyon szerencsés helyzet, mert ha már 3 féle van, akkor lehet, hogy nem is tudunk dönteni. Tehát itt a társas bíráskodás eme létszámánál itt a fő kérdés az, hogy döntésképesek tudunk-e lenni. De ez kell ugye biztosítanunk. Jó, a 15-ös tagság az lehetőséget ad döntésképességre, mert egyel mindig többen vannak az egyik oldalon. Hát igen, ha kétféle álláspont van. Akkor igen, így van. Így van, ugye 8-7 arányban tudunk dönteni, vagy ha valaki hiányzik és pont páratlanul vagyunk, akkor az elnök szavazata 2-t ér, egyébként az elnök is csak 1 szavazatot ér. Ugye az elnök feladata klasszikusan az, hogy megpróbálja a többségi döntésnek a minőségét a lehető legmagasabb szintre emelni. Ugye készül egy tervezet, és azt elkezdi tárgyalni az alkotmánybíróság teljes ülése. Hát ugye az előadó bíró arcát kell csak nézni egy ilyen teljes ülésen, ami így fokozatosan sápad el, és szörnyül el, azon, mert ő úgy érezte, hogy az a tervezet egy csodálatos tervezet, ennél jobb a világon nincs, és ahhoz képest igen sok kritikát kapott, aminek amiben kétféle kritika van alapvetően. Az egyik az, amit még be tudok építeni ebbe a tervezetbe, és a kritika másik része, amit már nem tudok beépíteni, mert az az én koncepcióm szerint már nem építhető be, és ha a többség is amellett van, tulajdonképpen ami alapvető koncepciója a tervezetnek, akkor ezek a vélemények, amik még elfogadják ezt a tervezetet, ezek párhuzamos indoklásban tudnak megjelenni, ugye, mert esetleg a többségi indokláson túl, de az előadó bíró minél több ilyen párhuzamos indokot be tud építeni a tervezetbe, annál kevesebb lesz a párhuzamos indoklás. Hát amivel meg nem tud mit kezdeni az előadó bíró, meg a többség, ugye, mert ezeket nem tudja beépíteni, azok a külön véleményekben jelennek meg. Ez egy rendkívül transzparens bíráskodás. Olvasható mindegyik. Ez rendkívül izgalmas olvasmányok. Bárki elolvashatja, ugye a sajtót mindig a külön vélemények érdeklik, meg a párhuzamos indoklások teljes joggal, mert
abban látnak olyan pozíciókat, amik már ugye a határozaton belül kijelölnek eltérő megközelítési lehetőségeket, mint a többségi határozat. Ugye, most képzeljük el, hogy egy büntető bírói döntés arról szólna, hogy Nagy József bűnös, ezért 20 év fegyházra ítéljük, de ott egy külön vélemény, hogy hát az Jóskát fel kéne menteni. Egyébként nem bűnös. Elbúcsúztatták Sólyom Lászlót, az Alkotmánybíróság egyik alapítóját, első elnökét és számos nagy jelentőségi határozat előadó bíróját. A nagy jelentőségi határozatok azok egyben tartós határozatok is? Tehát az Alkotmánybíró azt még 30 év múlva is előveszi? Az akkori? Én azt gondolom, tehát, hogy a Sólyom László helyzete azért is speciális, mert az ő nevéhez fűződik a magyar alkotmányjogi dogmatika megalapítása. Mert hogy ugye ő volt az első elnöke az Alkotmánybíróságnak, egy igen nagy tudású elnöke volt, hál' Istennek ő a Magyar Alkotmánybíróságnak, és ugye a helyzet is az volt, hogy akkor meg kell teremteni a magyar alkotmányjogi dogmatikát, mert nem volt. Ezt a semmiből kellett megteremteni, nyilván támaszkodva más országok a alkotmánybírósági gyakorlatán. Ez egy elévülhetetlen érdeme Sólyom Lászlónak, és ez nagyon fontos érdeme. Ugye a Magyar Alkotmánybíróság ezeket az kezdeti határozatokban kidolgozott alapelveket azóta is követi nagyobb részt. Csak időközben már születtek új határozatok, és már inkább az újabbakat hivatkozzuk, de ezek a hivatkozott határozatok még a régieket hivatkozták. Tehát tulajdonképpen a saját esetjogunk fejlődik, de az alapvető elvek, amik ugye a Sólyom időszakban kidolgozásra kerültek, azok nagy részt a mai napig érvényesülnek, és ezeket az Alkotmánybíróság továbbra is hivatkozza, alkalmazza. Ugye 2012-ben az alkotmánybírósági törvény arra sarkalt minket, hogy az alaptörvény alapján vizsgáljuk felül a korábbi gyakorlatunkat, és ezt folyamatosan tesszük is. Ha 2012 előtti határozatra hivatkozunk, akkor mindig megindokoljuk, hogy ez miért áll meg az alaptörvény alapján is, vagy hogyan módosul az alaptörvény alapján. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.